Sziasztok, Horváth Péter vagyok, ebben az új videóban arról lesz szó, hogy hivatalosan is megjött az ősz. És ezt úgy tudtam megállapítani méghozzá tegnap, hogy olyan ronda egy idő volt, és meg ma is, hogy csak na. Tehát már majdnem azt mondanám, hogy nem is ősz van, hanem tél, ha úgy vesszük. Mert tulajdonképpen az oké, hogy nem esik a hó, de már a fákról azért pár leve már kezd lehullani, úgyhogy már vége a nának, és számomra eljött az ősz, mert ugyanis annyira hideg van, mert már fúj a szíve minden, hogy csak na. A mai napról meg ne is beszélünk, tehát a mai nap esküszöm rosszabb volt, mint a tegnapi nap. Pedig kedv van már. És van mivel volt rosszabb? Az, hogy egyszerűen ez az időjárás kiszámíthatatlan. Rendben süt a nap, de miközben én mentem a buszhoz, buszmegállóhoz, erre meg úgy elkezdtem fázni, vacogni, mint még soha az életben. Tehát egyszerűen szétfattam. Tehát remegtem szó szerint, egyszerűen a szám is fázott, egyszerűen tudjátok, mint a filmben, ilyen didergés, remegés. Úgyhogy igen, de valami rettenetes. Tehát egyszerűen én megfattam. Tehát volt rajta minden, a hosszú farmer, sapka, pulóver, kabát még ráadásul, tehát már kabátot is vettem, de még így is megfagyott. Na de, ennél gond legyen, de azért vannak még hírek. Végre már sikerült SD kártyát szereznem a telefonomban, mert a másik ugyebár az megvan, de az a sportkamerámban van, úgyhogy nemrég vettem a MediaMarktben 4 GB-os SD kártyát, tehát volt több is, de az már kicsit többe került volna, úgyhogy ja. Úgyhogy igen. De azért szerintem megérte annit. 2500 volt, vagy 3500 valahogy itt. Az 500-ra emlékszem, de valahogy ettájékán volt, úgyhogy ja. Meg aztán, hát mit nem mondjak, én is egy kicsit benáthásodtam, úgyhogy tudom, hogy most az utóbbi időben hogy is fejtsem ezt ki, tehát nem nagyon voltam látható a YouTube-on, azaz raktam fel videókat, csak éppenséggel nem magamról, utól lehet oda mostani hetekben is így lesz. Úgyhogy ja. De azért na, meglátjuk, hogy lesz ez a dolog, de hát nem tudom, az a helyzet, hogy egyszerűen, tehát én bent jól érzem magad. De oda kimegyek, már egyszerűen, ma is vége volt a sulinak, megyek le a lépcső, és hogyha már itt kimegyek egy pár lépés, már esküszöm, úgy megfagyok, mint a tél lenne, pedig még csak ősz van. És ha ősz van, akkor kérdem én, mi lesz itt télen? Úgyhogy ja, de hát ez van, úgyhogy ja. Egyszerűen már megfagyott, de komolyan hó sem esik, pedig már ha én megfagyok, akkor hogy tudod, a hó még nem tud leesni az égből. Szemértem. De hát már szerintem lehet, hogy most az is hamar fog jönni, de most ez legyen a legkevésbé dolog. Tehát egyszerűen kimegyek, megfagyok, de szó szerint. Úgyhogy ja. Tehát itt most egyszerűen rám a napsütés nem hat, ez semmiféle felmelegedés nincsen. De az még hagyja, hogy nem fúj a szél, de még én egyszerűen úgy is fázok. Ha fúj a szél, akkor is, ha nem fúj a szél, akkor is megfagyok, úgyhogy ja. Na hát akkor röviden is lett volna, úgyhogy hát lehet, hogy majd így felrakok magamról egy pár videót, de az lehet, hogy rövidebbek lesznek. Úgyhogy, ja. Na hát akkor röviden ez volt egy ilyen bejelentős videó. És azért ez csak egy tanács, itt a videó végére, hogy azért
tényleg már itt lenne az ideje felvenni hosszú nadrágot, meg minden. Mert azért, hát ahogyan ismerem a mai fiatalokat, van egy pár, aki vagy pólóba jön be, vagy rövid nadrágba. De kérdem én, ha én így halálra fogom magamat, így egyszerűen jégkővé alakulok, a kövük hotta nem fognak meg? Tehát én ezt nem is értem. Jó, persze most nem azt mondom, most láttam egyet, vagy tegnap ilyeneket, de azért ezt a tanácsot azért fogadjátok meg, jó, hát nem kötelező, de ti értétek. Mondom ezt, hogy azért ne legyetek betegek, nem tudom mennyire lehet hallani a videóban a változás, itt a hangomat. De hát, nézd ki, én is áthalsottam, megbetegedtem, de ez van. Úgyhogy, ja, úgyhogy tényleg fontos, hogy most jól felöltözzünk, mert minden. Most van szeptember 25-e. Úgyhogy, ja. De tegnap amúgy konkrétan másod, tehát tegnap nem fáztam, csak tegnap reggel annyira fújt a szél, meg mindenhol, csak na, de ma másod a helyzet. Akkor bele sem merek gondolni, hogy holnapi lesz a helyzet. Úgyhogy, ja. Na hát akkor röviden ennyi is lett volna ez az új videó. Én Horváth Péter voltam, sziasztok!